Az interneten mozizom, az otthon vár. Nálam a botkormány, előttem popcorn tár. YouTube sztár, megint melodikat lopkodtál, lopkodtál. Minden negatívat blokkoltál. Ilyenkor mondjuk neked nem az lett volna egyébként a feladat, hogy mondjuk így segítsél neki, vagy valami ilyesmi? Tehát higgyétek, én nem tudom, ki az a beat. Tehát az a baj, hogy nem tudom, hogy ki az a beat. Nem, de jó, de nem akarok elhülyeskedni, ez persze maradjon benne, mert ez így jó. A beat-tel az volt a problémám, én úgy gondolom, és teljes mértékben igazad van, igen, az lett volna a dolgom, hogy elsimítsam ezeket a dolgokat. Én meg is próbáltam, tehát a hangot adtam a beat reakciójának, ugye, amikor furcsa állapotban, így mondom, furcsa állapotban, hamzó szájjal, ezt én olvastam amúgy, mert a Blik, a Bors, a Riposzt, minden hírpont 24, mindenki lehozta, hogy hamzó szájjal örjöngött a fekete vonat reppere a beat. Hát én láttam ezt az élőt, és úgy gondolom, hogy erre nem mint cigány vajda, hanem mint normális, kultúr, intelligens ember úgy reagáltam, hogy rögtön beszóltam neki, sem a hírnévén, meg nem a nézettségem, mert nekem már van egy nézettségem, hogy te is mondtad, ha ordivált volna a beat, ha nem. Mihelyt én úgy gondolom, hogy bárki ezt egy közösségi oldalra kiteszi, onnantól kezdve már közügy. Nem csak én kellett volna, hogy hozzászóljak, hanem nagyon sok ember hozzá is szólt. Olyan állapotban, amilyen állapotban ő akkor volt, én úgy gondolom, hogy se szépen, se csúnyán nem értette volna meg. Egyébként maga a fekete vonatnak a munkásságáról mi a véleményed? Na hát, bravo, ezt a kérdést vártam annyira, hogy szinte iszom ezt az egész témát. A Mohamed Fatima és a Junior, a Mohamed Fatima bátya, a DJ Spagi, ők gyerekkori barátaim. Együtt jártunk iskolába, Kaiakba, a Lövöldetére. Ugye 7. kerületek voltunk valójában, mindig ott laktunk. Nekem a beat, megmondom őszintén, már gyerekkorában sem tetszett. Nem akarok személyeskedni, de én úgy gondolom, hogy ahogyan ő mondja, vagy ahogyan nagyon sokan gondolják, hogy 25 év, ugye, mert most a 25 éves jubileumi koncert volt, ahol én is, mint a Fekete Vonat stábtagja voltam jelen, a barátaim testvéreimnek köszönhetően. Nem így kellett volna viselkednie ezzel viszont mindenki egyetért, mert ha 25 éven keresztül képviselek valamit, az pedig az, hogy ők képviselték az első, a legeslegelső, és szerintem a legutolsó cigány hip-hop formációt, ami negyed évszázadig fönn tudott maradni, az 1000%, hogy nem ilyen állapotban habzó szájjal megyek végig a 8 kerület legnépesebb utcáján, és nem emlegetem magam, meg fajtalanul beszélgetve a családi dolgaimat kiteregetve, és a zenésztársaimat mocskolva bejelentkezni egy közösség oldal. Nekem csak ennyi a probléma. Zenéleg egyértelműen, hogy nagyon-nagyon tehetséges a Fatima és a Junior. Nagyon tehetséges. És a beatnek a tehetségére mi a véleményed? Vitatod? Én nem véletlenül mondtam ezt a kettő embert, hogy nagyon tehetségesek, és hogy vitatom a beatnek a tehetségét, vitatom ezek után. Amilyen beefeket csinált nekem így élőadásban, ilyen hadsort, hogy Robatal, Vajda, Zivatar, hát ezt mondjuk beintettem hozzám úgy, hogy Zivatar, tehát nagyon-nagyon értelmes, tartalmas bífje volt neki, hogy Robatalra tesz meg, hogy összedarabol, mint a tanabol, vagy nem tudom, egy gyógyszer. Ilyen volt az egész, de a másik fele, meg ugye mindenki látta, hogy már most a végén gyerekekhez ment oda, és ő volt ha már nem rapper volt, hanem riporter, és kérdezte a gyerekeket a beat az utcán, hogy tehát így szerinted ki a jobb rapper? A Rugós Beke, vagy beat? Most én úgy gondolom, hogy ha ez bárkitől megkérdezi, akkor magával emel egy pozícióba. Én nem csináltam volna, ha így beszélt, mondom a szemedbe és a nézők szemébe.
én nem mentem volna bele. Hát ő, de viszont ő el is mondta, hogy az én tüzemnél, az én lángomnál, ugye a YouTube és a TikTok nézettségemnél szeretne melegedni. Hát most itt az a lényeg, hogy nem sikerült neki, mert ez a tűz elaludt, de ne felejtsük el, hogy a tűz alatt lapul a parázs. Beszélgetetek egy ilyen, igazából én is láttam egy pár ilyen videót ezzel kapcsolatban, ugye a teljes időt szerintem nem, de ettől függetlenül beszélgetetek egy ilyen repár bajról, ezzel mi a helyzet, ezzel lesz valami ebből? Tehát, hogy a beat meg én beszélj. Így van, így. Ezt azért szeretném megcáfolni, mert most meg szeretném mutatni, ha megengeded egy percben, hogy milyen beszélgetős volt. Én bejelentkeztem, hogy szervusztok, üdvözlök mindenkit, köszöntöm a kedves nézőimet, érkezik beat. Megérkezett beat, és szó szerint így csönött a beat. Ez nem is beszéd, én úgy gondolom, ez nem is érthető semmi ebből az egészből. Elhadarta az ő, nem tudom milyen államvilágában lévő dolgokat. Én, mint kultúrember, kérem tisztelte, hallgattam, igen, és utána bejött az egyik bátyám az adásba, hogy hát azért legyen egy beszélgetős, ugye, tudjuk mi az a beszélgetős, hogy az egyik elmondja az ő észérveit, és akkor utána a másik meg vagy reagál, vagy nem reagál. És erre fogta magát a művésznő, művész úr, és kilépett az előadásból. Tehát ez nem volt beszélgetős, ez abban maradt. És azóta ezt nem sikerült rendezni, azóta nem is beszéltet? Nem is szeretnék vele beszélgetni. Ezek után én úgy gondolom, hogy nem az én szintem már most sajnos a beat, ezt kimerem jelenteni. Tehát ő a Fekete Vonat oszlopos tagja volt, elismerem, 25 évig fönn volt, elismerem, de 25 év alatt nem tudott felmutatni semmit, ezt is elismerem. Már én is vártabb vagyok, mint ő, sajnos. Maradjunk tovább a beef vonalon, ha már belekezdtünk. Szóval hát igazából volt itt sok minden, igazából én talán az AK-26-tól tudom ezt így felsorolni, hogy AK-26, Majka, Gangsta Zoli, Dope Man, nem tudom, hogy kihagytam esetleg valakit. Ezekkel az előadókkal van személyes probléma, személyes konfliktus, ezek ilyen internetes balhék, valami hitelesség ügyi dolog nem tetszik neked, vagy mit lehet ezekkel kapcsolatban tudni, esetleg erről tudnál nekünk egy kicsit bővebben nyilatkozni? Én azért fogok most szépen beszélni, mert azóta, mióta megtörtént ez a konfliktus, beszéltem a Majkával is személyesen, beszéltem a Dope Man-nel is személyesen, és beszéltem a Gangsta Zolival is személyesen. Nem tudom, kihagytam valakit? Ja, AK-26-tal még nem beszélgettem, majd akkor beszélgetek vele, lesz egy AK-47-esem, ha ő AK-26, akkor nálam lesz egy AK-47, akkor majd beszélgetünk, mert velük még nem tudtam beszélgetni. De a viccet félretéve, nekem annyi volt a sérelmem, hogy amikor gyerek voltam, és megkerestem őket, akkor nem úgy foglalkoztak velem, hogy kellett volna, de mondom, én személyesen mindegyik sráccal megbeszéltem ezeket a nézeteltéréseket is. Igen, odaálltak. Tehát odaálltak Gangsta Zoli is. Elmondtam én, hogy nekem mi fáj. Elmondta ő, hogy ezt hogy lehet orvosolni. A Majkát felhívtam telefonon, másfél óráig beszélgettünk. Elmondtam neki is, az ő részéről mi fáj nekem. Ő ezt nagyon szépen, nagyon jól reagálta. A Dope Man-nel pedig a Fekete Vonat backstage-jébe nagyon találkoztam, és hála Istennek meg tudtuk beszélni ott is. Akkor ezek rendeződtek végeredményben? Rendeződött mindenki, rendeződött minden, hála Istennek. Ez egy gyerekkori purpárlé volt igazából az én részemről, egy picit lehet, hogy akkor, amikor történt ezek a beef és ezek a kihívásos dolgok, nagyon picit ugye a lelkem miatt úgy beszéltem, vagy úgy reagáltam ezekre az emberekre, ahogy lehet, hogy nem kellett volna, mert egy nagyon nagy mondatot mondott a Dope Man Laci, és szeretném ezután is kiemelni, hogy azt mondta nekem a backstage-be, Curtis is ott volt,
már jöttek ugye le a Fatimáik a színpadról, azt mondta Dupman, hogy te be kell figyelj ide, lehet, hogy kopogtatni kellett volna azon az ajtón, és nem berúgni, és ha kopogtatsz az ajtón, hamarabb beengednek, mintha betöröd az ajtót. Ezt nem felejtettem el a Dupmantől, és azért is mondom el, hogy ez így lesz a közeljövőben. Hogyha most nálad egy fiatal srác, tegyük fel, akit nem ismersz, ugyanígy kopogtat, ugyanilyen szándékkal, mint ahogy te próbáltál kapcsolatot felvenni, mondjuk így a gazdazolékkal, vagy az ilyen Dupman idősebb formákkal, mit mondanál neki? Segítenél neki? Hogy fogadnád ezt? Mindenféleképpen segítenék, és szeretném is most a te adásodban először is utoljára felajánlani a segítségemet minden cigány és magyar gangster rappernek, hogy segítek nekik, amiben tudok. Ez egy nagyon szép gondolat. És egyébként így visszatérve ezekre a beefes történetekre, igazából Amerikában ez nem egy újdonság, de mostanában azért így Magyarországon azt lehet mondani, hogy így ez a beef kultúra úgy ilyen kihaló félben van, nem nagyon merik egymást betámadni az emberek igazából, hogy mi erről a véleményed egyébként, hogy azért azt tudjuk, hogy meg gondolom te is beszélgetsz emberekkel, hogy azért a háttérben mindenki marogat mindenkit, és így igazából ezek nem nagyon jelennek meg zenébe, de ezeket mégis bevállaltad. Szerinted egyébként miért nem vállalja be? Én úgy gondolom, hogy sokan azért nem vállalják be, mert vagy tehetségesebb az az előadó, akit bífelnének, ezzel biztos vagyok benne, ez bennem is megfordult egyébként, egyértelmű, vagy pedig nem az igazi arcukat mutatják azok az emberek, akik egymás által mögött beszélnek, tehát nem merik fölvállalni azt, amit én. Engem mindenki úgy ismer, hogy ez egy szókimondó, tökös, vagabund, vagány, régi, vágású, éjszakában felnőtt utca gyerek, aki megmondja mindenkinek a szemébe, hogy mi az igaz, mi a jó, mi a csúnya, mi a szép, mi a az elfogadható, vagy éppen nem. Ezért. Mert nem emberek saját maguknak, én úgy gondolom, tisztelt a kivétel, vagy pedig félnek attól, hogy ugye azt a mércét, amit a bűvbe felteszik, azt felül fogja überelni az, aki éppen bűfelendő. És a Gangsta Zoli lemezt, amikor meghallottad, mik voltak az első reakció, mi volt az első jó érzés volt, rossz érzés volt, mert azért mégiscsak felkerültél egy Gangsta Zoli lemezre, ugyebár nem is pozitív oldalról megközelítve, de ettől függetlenül hogy élted meg ezt a dolgot? Hát én megmondom őszintén, hogy amikor meghallottam a számot, ültem ugyanebbe a szeszecciós fotelba, és úgy lecsúsztam erről, még ennél lejjebb is csúsztam igazából, nagyon-nagyon rosszul érintett, nagyon fájt. De utána, ahogy meghallgattam, és egyre jobban hallgattam a zenét, ha hiszitek, hanem most már megtiszteltetés a számomra, hogy a Gangsta Zoli és a Kártel 13. albumára, azt hiszem a 13. albuma, felkerülhettem én rugós. Meg hát egy GVM-mel együtt említve, a Juniorral említve, a Kassa Tibivel említve, a Fekete Pákóval említve. Tehát azért ez egy nagyon nagy boldogság nekem, hogy én az utca gyerekek közül és a TikTok világából, a YouTube világából, magánéletből és a 10 millió lakosból, amin ugye Magyarországon él, felkerülhettem egy Gangsta Zoli lemezre és albumra, ezúton is szeretném megköszönni a Gangsta Zolinak és a Kártelnak, hogy ilyen egyenes és fel volt, hogy bemerte ezt vállalni, hogy engem beletett ebbe a bibbe, mondjuk ezt a számot miattam nézik annyira azért, ez muszáj volt ide, miattam nézik annyira, de nagyon jó, hogy egyértelműen ilyen vicces pali vagyok, Gangsta Zoli meg a Dob meg a Marka kérdésre igazából, meg a fekete vonatos történet, aminek örülök, hogy rákérdeztél, mert itt akkor végérvényesen pont kerül az íra, amit te tettél föl, és ez nagyon nagy dolog. Ugye az összes beef közül, amiket felsoroltunk, meg lehet, hogy valóban is olyan, amit kihagytam, egyébként van olyan, amit megbántál, van olyan, amit mondjuk így, akkor így egy kicsit úgy nem feltétlenül gondoltál át, és úgy mentél ezekbe bele? Soha nem bánom meg semmit.
ez a beszéd igazából. És egyébként mik a jövőbeli terveid? Nem tervezel valamilyen hanganyagot kiadni, esetleg videóklipeket, vagy maradsz ezen a freestyle vonalon? Én most már szeretnék megpróbálkozni azzal végérvényesen, tehát vagy ez olyan, mint mikor bemegy a nagy játékos a kaszinóba, amit tudom én, van az utolsó 100 000-re, és fölteszi a feketére vagy a pirosra. Én most ezt fogom csinálni ebben az évben. Vannak, akikkel szeretnék együtt dolgozni. Szeretnék is szöveget írni, egy picit még komolyabban venni ezt a zenei utat, ezt a zenei munkát, a zenei oldalt, és akkor meglátjuk, hogy úgy talán jobban fognak szeretni, vagy jobban értik azt az emberek, hogy miről is van szó, hanem akkor pedig én úgy gondolom, hogy most már azt szeretném hangsúlyozni, hogy van egy nagyon szép kis unokám, akit a világon a legjobb szeretek, akkor úgy, mint Ice-T, végérvényesen visszavonulok, ha ez a szövegírás és ez a közreműködés nem jön össze, és akkor élem a Ice-T is, Ice Cube-os nagypapa rapper életemet. Ez nagyon kovász. Most találtam ki, de ez így is lesz. Na, örülök neki igazából az, hogy a családnak szenteled a szabadidőd, az mindenféleképpen egy dicséretes dolog. És egyébként mi a véleményed a TikTokról? Egyrészt arról, hogy nagyot mész a TikTokon, másrészt ugyebár már a mikorosztályunk az igazából nem ez a TikTok generáció, de ettől függetlenül azért te is használod, és egyébként, mint ahogy említettem is, egész sok követőd van. Mi a véleményed magáról a platformról, illetve milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban? Tehát magáról a TikTokról? Igen. Én megmondom őszintén ezt is, nagyon kendőzetlen és őszintén ebben az első és utolsó interjúban, az utolsó, mert nem mindenkinek adok interjút, nagyon sokat szerettem volna interjút adni. Most már nem fogok interjút adni. Csak ezt melékesen megjegyzem. Az első a Mi van Hip Hop Vesz? Megtisztelt. Testvéremnek adtam, és itt én be is fejezem innentől kezdve, már csak a tévé. Visszatérve a kérdésre nagyon gyorsan, én a TikTokra azért járok fel, hogy pénzt keresek belőle. Ezt elmondom ott is, elmondtam ott is, elmondom most is, és elmondom máshol is. Pénzt keresni járok a TikTokra. Adok egy műsort, adok egy óra, másfél óra, két-három órás műsort, ezt kérem tisztelettel, fizesse meg, akinek tetszik. Akinek nem, az lapozzon tovább. Én ezúton is megígértem, ha egyszer bármiféle riportot adok, ott el fogom mondani. Ezúton szeretném megköszönni a TikTokon, akik néznek, a YouTube-on, a Facebookon, akik szeretnek engem, áldjon meg az Isten benneteket, gyerekek. Nekik köszönhetek mindent. Én azt mondom, sokan mondják, hogy de hát beke tehetséges vagy, meg nagyon ritmus érzéket, blablabla. De én azt mondom, és azon vagyok, hogy ha nincs néző, akkor nincsen cirkusz sem magyarul. Vagy ha nincs bohóc, nincs cirkusz, testvéled, hogy gondolok. A lényeg a kérdésedet szintén visszakanyarodva, hogy a TikTok platformra én legalábbis pénzt járok fel keresni. Nagyon jó a társaság, van egy kialakult nézőközönségem, ami több száz, talán több ezer ember is. A platform negatív oldalairól nagyon sok a rossz akaró, az irigy, a rossz indulatú olyan ember, ami szintén hangsúlyoznom kell, hogy nagyon sok a cigány, ott is többsége cigány támad engem. Ezt ki kell mondanom, barátaim, testvéreim, kedves nézők, mert sajnos így van, hogy egyszerűen aki sikeresebb náluk tisztete kivétel, vagy értelmesebb, vagy okosabb, vagy intelligensebb, vagy empatikusabb, vagy lojálisabb, beszélnék 28 féle idegen szavú nyelv, van a nyelvtáramban, bárhogyan beszélnék, az mindig rossz. Én nem vagyok rossz, én mi vagyok rossz, mert följárok a TikTokra, elismerem, hogy pénzért járok föl, elismerem azt, hogy a magyar cigány együtt, békés együttélésről járok föl, és rappelni, freestyle-ozni járok a TikTokra. Ennyi az egész történet, és ezt most itt hallotta az összes nézőnk, hogy itt ez van, és bemerem vállalni. Köszönöm, hogy ilyen őszintén válaszoltál, ez nagyon korrekt. És egyébként így visszatérve, hogy ugye már társadalmi szerepvállalás, politika, mennyire
vagy benne egyébként a politikai életben, mennyire követed pontosabban, illetve hogy van-e esetleg véleményed ezekről a dolgokról. Kell egy rappernek egyáltalán állást foglalni ebben? Szerintem igen. Foglaljon állást mindenki, igenis, és adjon hangot. Én úgy gondolom, ne féljen sem rapper, sem munkás, sem hétköznap ember, sem senki a rendszer ellen olyan történetbe fellépni, hogy a szólásszabadság jogán elmondjuk azt, amit gondolunk. Tehát nem radikális nézeteket gondolok, meg verbális történetet, hanem mivel szólásszabadság van és demokrácia Magyarországon, el lehet azt mondani, hogy az a mai, tehát én úgy gondolom, és a mai, hanem a rendszerváltás óta itt minden megváltozott, és én szeretném visszahozni, szintén megint ugyanazt mondom, mint egy órával ezelőtt, vagy másik órával ezelőtt, hogy a cigány és a magyar békében éljen együtt. Ennyi az egész történet, mint a régi rendszerben. Ezek nagyon jó gondolatok. És Beke, a tehetségkutatókról mi a véleményed? Szoktad követni ezeket? Mondjuk ilyen X-Faktor, Starban Star, stb. Most lesz majd a The Voice. Mi a véleményed ezekről? Esetleg van olyan, akit mondjuk így ismertél meg, vagy valami ilyesmi? Tehetségkutatókat nagyon ritkán szoktam nézni, mert nem mondom a tévécsatornát, és nem mondom a műsort, de az egyikben szerepeltem én is. Ezt aki tudja, az tudja, aki nem tudja, az most megtudja. És sajnos el kell szomorítsak mindenkit, hogy ott nem úgy van azért teljesen minden, ahogy látja a Magyarország. Én ennyit szeretnék mondani a tehetségkutatókról. De jó, hogy felhoztad, mert ha megengeded, akkor a tesók tehetségkutató műsorát biztos hallottál róla. Persze, ez a régen a Flystyle néven futott, és most tesók néven fut, június 17-én lesz, igaz? Vagy 19? Melyik a pontos dátum? De ezt szeretném mondani akkor most, hogy június 17, ha megengeded, 8. kerület, 101-es klub, és sztár vendégek, zsűrik, nagyon gyorsan elmondom, ha szabad. Persze. Hybrid, Luigi Beat, Mohamed Hatima, Gori Music, DJ Spag, és én vagyok a 6., majdnem 7-en lettünk, mint a gonoszok, de 6., én még befértem mindamúgy, nagyon jó barátom, tesőnem, és mindenkit várunk szeretettel június 17-én a tesók által rendezett 101-es klubban lévő helyiségben, ahol fölkerül a íre a pont. Szóval elérkeztünk a kérdéseknek a végéhez. Mit üzennél a Mi van Hip-Hop nézőinek, mit üzennél a fiataloknak, a fiatal rappereknek, Beke? A Mi van Hip-Hop nézőinek csak a Wes és csak a hip-hop, és a fiataloknak pedig azt üzenem, no drog, no alkohol, tanuljatok, már dolgozni nem nagyon muszáj, de tanulni mindenféleképpen, és Mi van Hip-Hop, az első, a király, és a number one, és Westside. Nagyon szépen köszönjük, Rugós Bekének mindenféle elérhetőségét megtaláljátok majd szintén a leírásból, úgyhogy figyelgessétek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy rendelkezésemre álltál pár kérdés erejéig, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, ennyi volt mára, nézzétek a csatornámat, iratkozzatok fel, és iratkozzatok fel Rúgós Bekére is. Amíg megmászolt a ranglétre, patintok egy rakétát, gyere ma érd át a pénzt, de tippi nálam a tapétát. Patintok egy rakétát, megmászolt a ranglétre, patintok egy rakétát, pénzt, de tippi nálam a